Köszöntöm nézőinket! Önök Kaposmenti magazinunkat látják. Dombóváron hatodik alkalommal szerveztek jótékonysági Mikulás futást a Futóegerek december 4-én. Az összegyűjtött csomagokat a Mikulással együtt juttatták el a rászoruló gyerekeknek és az időseknek a városban. A hideg ellenére közel 40-en vállalkoztak a Mikulás futása Dombóváron. A Futóegerek nevet viselő lelkes csoport hatodik alkalommal szervezte meg a jótékonysági akciót. Nevezési díj helyett egy Mikulás csomagot vártak a résztvevőktől, amelyeket még aznap este és a következő napokban több helyre juttattak el rászoruló, hátrányos helyzetű gyerekeknek, de gondoltak az idősekre is. Most már hatodik alkalommal rendezzük meg ezt a jótékonysági mikulásfutást, és minden alkalommal jótékonysági volt. Azt kérjük a résztvevőktől, hogy egy Mikulás csomagot hozzanak, amit mi helyben, városon belül szoktunk eljuttatni a rászoruló gyerekeknek. Magával a Mikulással együtt általában a futás után egy részét el is visszük és ki is osztjuk nekik, a többit pedig másnap vagy harmadnap szoktuk még szintén a Mikulással. Én ezt mindig előre egyeztetem olyan helyeken, ahol ez lehetséges, és hát a Futóegerek szervezésében történik. Most már tényleg minden alkalommal tulajdonképpen ez a rendezvény. A 800 méteres távot a gyerekek és a felnőttek együtt tették meg Óliás Zsolt vezetésével, aki szintén tagja a Futóegerek csapatának. Most nem az első hely megszerzése, vagyis a győzelem volt a cél. A hangsúly a közös programon volt, hogy együtt mozoghatott a család, és természetesen a kedves gesztus az embertársak felé. A résztvevők feladatot is kaptak, a kényelmes tempó mellett a járókelőknek szaloncukrot osztottak. Na, akkor mehet! Ez a táv, ez most nagyon kevés, 800 és 1000 méter között van, tehát maximum 1 kilométer direkt azért, hogy egyrészt mindenki tudja teljesíteni, tehát picik, nagyok, nagyszülők, akárki, másrészt pedig azért, mert ilyenkor megyünk egyből utána, és a csomagok egy részét elvisszük, hogy ne érkezzünk nagyon későn a gyerekekhez. Idén először megyünk majd a holnapi nap folyamán a kórháznak a gyerekosztályára is, ahol ott tudom, hogy a gyerekek, akik éppen kórházban vannak, nem biztos, hogy az anyagi helyzetük miatt szorulnak rá, de nyilván az egészségi állapotuk miatt szerintem sokat fog dobni a gyógyulásukon egy Mikulás által kapott csomag. Most első alkalommal megyünk majd az idősebb korosztályhoz is, kimondottan a nyugdíjas korosztályhoz és a betegekhez sajnos, és nyilván nekik nem nagy Mikulás csomagot, de úgy gondolom, hogy a gesztus szintén nekik is nagyon fontos. A szervezők mellett több vállalkozó is támogatta a jótékonysági akciót. Döbrökközön a felnőttek és a gyerekek közös programja minden esztendőben a karácsony és Mikulás várás. A településen idén a szervezők a helyi általános iskola diákjainak közreműködésével egy színdarabot is előadtak, ami nagy sikert aratott a jelenlévők körében. Kicsik és nagyok közösen készültek Döbrökközön. Ragasztottak, díszítettek, színházat csináltak, mindezt a Mikulás várás jegyében. Mit készítettél? A Mikulás cipőjét. Szokás a településen már december elején a közös díszkészítés és Mikulás várás. Az általános iskolások a Mikulás érkezése című színdarabbal szórakoztatták a egybegyűlteket. A várakozásnak természetesen eredménye is lett. Mindenki örömére megérkezett Döbröközde is a fehér szakálló. Ezzel azonban még nincs vége a karácsonyt megelőző programoknak. December 14-én egy bababőrzére várjuk a falu lakóit. 20-án falukarácsony ünnepély lesz. 22-én szoboravatót tartunk itt településünkön, és 31-én pedig újévbúcsúztató és újévköszöntő bárra várjuk a vendégeinket. A 60 év felettieket vendégelték meg péntek este Csíkóstőtösön. Az iskolások műsorral készültek, és az önkormányzat vendégelte meg a nyugdíjasokat a hagyományok szerint az ünnepek alkalmával. Hurrá, hurrá, itt a tíz,
minden hófehér. A házak eleje a kémény teteje, a fák átlóra, a lépra fokra, csak a varjú fekete. Közel 100-an fogadták el Csikostöttös önkormányzatának meghívását az idősek karácsonyi ünnepségére. 2004 óta szép hagyomány, hogy megvendégelik a 60 év feletti lakosokat a településen karácsony előtt, hogy kifejezzék tiszteletüket és megbecsülésüket. Kreb Ibrahim polgármester köszöntötte a jelenlévőket, kiemelte, hogy ez a korosztály évről évre aktív szerepet vállal a falu közösségének munkájában, amiért nagyon hálásak. Ezt az ünnepséget 2004 óta, tehát 15 éve tartjuk. Reméljük, hogy ez a szép hagyomány mindenkinek örömére szolgál. 2004 óta az átmeneti időszakban tartjuk meg mindig a nyugdíjasok karácsonyát, amelyre a helyi 60 év feletti nyugdíjasok, 60 év felettieket, ma már nem mindenki nyugdíjas azok közül, azokat hívjuk meg. Csikostöttösen ez nagyjából 120 ember, abból várhatóan egy 100 ember, aki most el tud jönni erre a kis ünnepségre. Ezt úgy oldjuk meg minden évben, hogy az iskolások díszítik fel a termet, az asztalokat, tehát ők várják a díszített teremmel és a kis műsorukkal a nyugdíjasokat. Az önkormányzat állja az estéhez a vacsorát. Nem csak rendezettségében és fejlődésében, hanem a közösségben megmutatkozó összefogásban is kiemelkedő a térségben a Tolna megyei település. A Nyugdíjas Klub nyáron két héten napközi tábort szervez a gyerekeknek, hogy ezzel is segítse a szülők munkáját, szívesen vesznek részt a rendezvényeken is. Most ősszel elvállalták a táncosok és a születi felvonók ruháinak a megvarrását, és minden évben kirándulásokat szerveznek az önkormányzat támogatásával. December 6-án este került sor a Dombóvári I. és Gyula Gimnázium szalagtűző ünnepségére. 93 diák ballag az idei tanévben a középiskolából. Az osztályok közös tánc bemutatója és a klasszikus keringő nagy sikert aratott, amelyet 40 pár mutatott be a rendezvény zárásaként. Domovarana Mikulás a végzős diákoknak csodálatos rendezvényt hozott. December 6-án este tartotta szalagtűzőjét az I. és Gyula Gimnázium a Szuha Sportcentrumban. A Smooth Criminal elnevezésű korábban gimnáziumba jár diákokból összeállt fiatal banda szórakoztatta a vendégeket. Dr. Szenyéri Zoltán igazgató köszöntőjében az esemény jelentősége mellett felhívta a figyelmet azokra az aktuális változásokra is, amelyek meghatározzák a diákok boldogulását a továbbtanulás során. Néhány hete jött a némileg feloldozó hír, hogy a felsőoktatásban közvetlen feltételként nem kötelező a nyelvvizsga, de soha ne feledjétek, hogy jelenleg az egyetemen végzettek több mint fele azért nem kapja meg időben a diplomáját, mert nem rendelkezik a nyelvismeretéről bizonyítvánnyal. 93 tanuló végez az idén a I. és Gyula Gimnáziumban Dombóváron, és az ő szalagtűző bájuk zajlott ma este. Nagyon büszke vagyok rájuk. Én azt gondolom, ez utóbbi évek egyik legszínvonalasabb műsora volt. Évek óta megkülönböztetett figyelemmel készülnek a gyerekek a szalagtűző bárra, saját tánccal, saját koreográfiával. Nyugodtan mondhatom, hogy az elmúlt hetekben a lázában égtek a szószoros értelmében. Rengeteg próba volt, és hát külön örömteli a számomra, hogy visszatérünk a klasszikusokhoz, visszatérünk a hagyományokhoz, és 40 pár táncolt az idén bécsi keringőt, elképesztő koreográfiával, és elképesztő kavalkád volt a ruhákban. Természetesen nagyon köszönöm azoknak a tánctanároknak, felkészítőknek, akik segítettek a műsort elkészíteni. Nagyon köszönöm a kollégáknak is a türelmét és a kitartását, hiszen most ezekben a hetekben bizonyára nem a tantárgyak körül forgott a gyerekeknek a gondolata, hanem elsősorban azon, hogy ma minden sikerüljön. A 11-esek műsora után minden végzős diák osztályfőnöke tűzte fel a szalagot, a szertartást a hozzátartozók büszkén és meghatódottan élték meg. Legalább akkora súlya van a szalagtűzőnek a diákok életében, mint a ballagás és az azt követő érettségi.
Itt érzik először ők is szüleik is, hogy hamarosan kirepülnek a családi fészekből, és elhagyják az otthonukat, hogy a nagybetűs életben próbáljanak szerencsét. Az újonnan megválasztott dombovári testületet dr. Németh Tímea alpolgármester képviselte, aki maga is az Illyés Gyula gimnáziumban tanult. Elismerően szólt a rendezvény színvonaláról, és reménykedik abban, hogy a diákok tanulmányaik befejezése után visszatérnek városukba, és itt alapítanak majd családot. Bennem is emlékeket ébresztett, mivel jó magam is az Illyés Gyula gimnáziumba jártam, és én nagyon-nagyon jó emlékekkel jöttem el a gimnáziumból. A program bállal folytatódott, majd hagyomány szerint a fiatalok még hajnalig ünnepelhettek a számukra szervezett afterpartin. Dombóváron advent második vasárnapján a három középiskola színvonalas műsora után Sipos Előd református lelkész mondott beszédet, majd Tobak Gábor önkormányzati képviselővel együtt gyújtották meg a második gyertyát a Tindúj ház előtt. Advent második vasárnapján színvonalas produkciókat láthattak a dombovári középiskolások tolmácsolásában a rendezvényre kilátogató vendégek Dombováron, a Tinódi ház előtti téren. Először a Herceg Eszterházi Miklós szakközépiskola tanulói varázsolták el a közönséget Márai Sándor versidézetekkel és karácsonyi dalokkal, melynek stílusosan a következő címet adták: Nem lehet csoda nélkül élni. Az Illyés Gyula gimnázium tanulói verseszenés műsorral készültek, és az Apáczai Csere János szakgimnázium tanulói a betlehemi szokásokat elevenítették fel népdalokkal. A legkisebbeknek is kedveztek a szervezők, hiszen meghívták a Széltolók Együttest, hogy a Száncsengő című interaktív gyermekkoncertjükkel örvendeztessék meg a fiatalabb korosztályt. Sipos Előd lelkész gondolatai után Tobak Gábor önkormányzati képviselővel közösen gyújtották meg a második adventi gyertyát. Az ünnepi pillanatokhoz a Dombovári Zenész Egyesület játszott hangulathoz illő dallamokat. Dombóváron a Városi Könyvtárba invitálták a családokat a hétvégén, hogy egy rövid koncert után a gyerekek találkozhassanak a Mikulással. Szombat délután ellátogatott a Mikulás a Városi Könyvtárba is Dombóváron. Közel 50 kisgyerek érkezett szüleivel, és izgatottan várakoztak. Minden évben Deli Olcsolya és Fenyvesi Gábor gyerekdalokkal, mondókákkal foglalja le a legkisebbeket, amíg megérkezik a csomagokkal a Mikulás. A félórás interaktív foglalkozás után, míg a hó is szállingózni kezdett a Tinódi ház előtt, így téli hangulatban örülhettek a gyerekek az ajándékoknak.
Kaposszeg csőkösség német nemzetiségi önkormányzata rendezte meg immár hagyományos adventi vásárát, és vele egy időben pedig a falu szépítő egyesület a Mikulásvárót a közösségi ház színpadán. A településen hagyomány már, hogy a két rendezvényt közösen rendezi a két szervezet. Amióta az éghajlatváltozás eredményeként már csak elvétve fordul elő havazás Mikulás napján, új szokást vett fel a gyerekek kedvenc fehér szakálúja, lovas kocsin érkezik. Kaposszegcsőn is, ahogy szerte a világban, nagyon várták a gyerekek. Természetesen az ajándékozás itt sem maradt el. A reménység, igaz? Nagyon szép pártartóban. A településen nem csak a Mikulás válásról szól a nap, a helyi német önkormányzat szervezésében adventi vásárra is sor kerül, ahol népi alkotók munkáiból válogathattak a vásárolni szándékozók. Gyakorlatilag egy 10 éves hagyományra nyúlik vissza. A Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezi mindig az adventet, illetve a Falu Szépítő Egyesület rendezi a Mikulás várást. Körülbelül 2 éve volt ez, hogy ez egy időre esett, és azóta ez is hagyománnyá vált. Igazából itt ugye az adventi időszak az a reményről szól, a szeretetről, és amit el kell mondani, a háláról. És mi hálásak lehetünk, hogy ennyi saját kézművesünk van a településen. Vannak gyakorlatilag, aki horgol, vannak virágkötők, vannak kerámikusok, és én azt mondom, hogy ezek a termékek az egész világban, és itt is megállják a helyüket. Gyakorlatilag színvonalas vásár tudunk így rendezni minden évben, és hálások lehetünk, hogy ennyi ilyen aktív civil szervezetünk van. Szintén a nyugdíjas klubnak is, az Orhide Egyesületnek is köszönetet mondunk, hiszen ők 10-én fognak a gyerekeknek segíteni alkotóházzal, illetve igazából az adventen túlnyúlva lesz egy civil szerveződésbe ismét szilveszteri bálunk, illetve hát ugye az óvodába és az iskolába még sorra következik a karácsonyi műsor. Kaposszegcsőn minden a gyerekekről szól, illetve mindennek van egy gyerekbarát vonulata is, mondta a polgármester. Az óvodás szülők úgy döntöttek, hogy készítenek ajándéktárgyakat, amiért adományt lehet itt adni a vásárba, illetve az idei évtől ezen felbuzdulva az iskolás szülők is elkezdtek mozgolódni, ők pedig süti vásár rendeznek most, hogy a gyereknapra majd legyen a gyerekeknek még több elkölteni való, illetve rájuk fordítandó. A program meglepetése volt a helyi fúvózenekar fellépése, akik a 3. legnagyobb civil szervezet a településen. Programajánlónkat látják. December 14-én vasárnap nyitja a kapuit a karácsonyi vásár Dombováron, amely december 23-áig várja az érdeklődőket a Tinódi ház előtti téren. Már hagyományos kezdeményezés a dombovári civilek részéről a cipősdoboz akció. Az idei évben a helyi nehéz sorsú családokat támogatják az összegyűlt adományokkal, illetve egy erdei árvaházba juttatnak el csomagokat a szervezők. December 15-ig várják a felajánlásokat a Tinódi házban. December 16-án délután 3 órakor Szabó Ádám ad koncertet az idősebb karácsony a városi programon a művelődési házban, a rendezvényre az önkormányzat szeretettel várja a 60 év feletti korosztályt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!